Ha ennek csak a fele igaz, az már merőben abszurd. A Reddit fórumok sötét bugyraiból szereztem nektek egy nagyon érdekes információt, ami nagyon-nagyon valószínű, hogy nem igaz, minden esetre végigvesszük. Alig, hanem még a mai fiatalok többsége is hallotta már a Bonnie M egyik legnagyobb slágerét, a Rasputyint. A dalban a misztikus figurát az orosz cárné szeretőjeként, valamint Oroszország legnagyobb imposztoroként emlegetik, aki végül merénylet áldozatává vált. Egyes Reddit fórumokon, beszélgetésekben tűnt fel először egy meglehetősen rázósnak induló konteó, amely azt boncolgatja, hogy Vladimir Putyin nem más, mint Rasputyin reinkarnációja. Ezt ízlelgessük egy kicsit. Sőt, ezeken a fórumokon különféle fényképeket mutogatnak arról, hogy mekkora a hasonlóság a két személy között. A teória szerint azért, mert ez a két ember egy és ugyanaz. Az összeesküvés elmélet szerint Rasputyin valójában bírt egy spirituális tudással, és képes volt a halála után átlépni egy másik testbe, ez pedig nem másé, mint Putyiné. Rasputyin ugyanis a szóbeszédek szerint a sötét mágiában is némiképp jártas volt. Még a kétes hírű konteós David Icke is nyilatkozott egyszer arról, hogy Putyin és Rasputyin között valóban vannak karizmatikai és személyiségbeli hasonlóságok. Rasputyin életében is különös figura volt. Az egyház vezetői hamar felfigyeltek az egyszerű vándor prédikátorra, és hivatalosan is Starecén nyilvánították. Az egyszerű parasztember hamarosan a miszticizmusra éhes udvari körök népszerű vendége és a társadalmi drámák kedveltje volt, akik Isten emberét látták benne. És ha már megemlítettem, hogy Rasputyin nagy lepedő akrobata hírében állt, akkor egy kis fun fact. Állítólag Rasputyin péniszét számos misztikum övezi. Egyes legendák természetfeletti képességeket is tulajdonítottak neki. Néhányan úgy jellemezték ezt a szervet, hogy az Szentpétervár szerte hírhet volt, de minő csalódás, valójában a halott Rasputyin péniszét egyértelműen átlagos méretűnek és kinézetűnek találták később. Rasputyin ellen több merényletet is megkíséreltek, de nem holmi bűnözők, hanem befolyásos személyek, sőt magas hivatalnokok betöltői. Az első merényletet 1910-ben követték el, autóval próbálták meg elgázolni, később egy felbérelt prostituált próbálta megölni úgy, hogy egy késsel hasba dövte. A Starec mindkét merényletet túlélte. A szerzetes egyre több ellenséget szerzett magának. Azt kezdték híresztelni róla, hogy viszonyt folytat a cárnéval. Az első világháború alatt különösen megnövekedett az ellenségeinek száma, hiszen Rasputyin közismert volt háború ellenes nézeteiről. A cárnéval folytatott állítólagos viszonya miatt pedig az orosz arisztokrata köröknek és az antant országoknak is egyre kellemetlenebb lett a Starec személye. 1916-ban aztán úgy döntöttek, hogy ismét megpróbálják őt megölni. A gyilkos összeesküvés tervéről hercegek, országgyűlési képviselők, a tágabb cári családi kör tagjai, a titkosszolgálat, a francia és a brit nagykövet is tudott. Valójában Rasputyin is sejthetett valamit, mert hetekkel a halála előtt levelet írt a cárnénak. Kedvesem, drágám, fenyeget a végzet. Nagy szerencsétlenség van készülőben. Országunk számára ütött az óra. A vér is megfagy a borzalomtól. Rengeteg vér és fájdalmas kiáltások. Az én órám is üt hamarosan. A gyilkosok azzal csalták Rasputyint a Mojka palotába, hogy a herceg felesége Irina szeretné őt megvendégelni. A pincébe vezették, és amíg várt a hercegnére, megkínálták állítólag ciánnal mérgezett borral és süteménnyel. A gyilkosok visszaemlékezése szerint a Starec fogyasztott mindkettőből, de nem mutatkoztak rajta a mérgezés tünetei. Ekkor Jusupov, az egyik gyilkos, rálőtt Rasputyinra, és megnyugodtak, hogy meghalt. Egyikük később mégis lement, hogy ellenőrizze a halál beálltát, ám a szerencsétlen még mindig életjeleket mutatott. Ekkor olmosbottal estek neki, és össze-vissza verték a földön heverő testet. Ezek után a holttestet összekötözték, és a névába dobták. Sok legenda keringett arról, hogy miféle paranormális képességei lehetnek. Állítólag ő volt a csuhába bújt ördög. Feltehetően egyébként mindebből semmi, vagy csak nagyon-nagyon kevés dolog igaz. Rasputyin maximum állíthatta magáról ugyanis azt, hogy ismeretlen erők birtokában van. Egyértelműen nem tudta ezt bizonyítani. Inkább a nők elcsábítására és karakterének, hírnevének felépítésére használta erős állításait saját magáról.
Putyin tehát nem valószínű, hogy Rasputin reinkarnációja lenne. Eleve a reinkarnáció nem is feltétlenül így működik. Ez inkább egy természetfeletti legenda, vagy valamiféle creepypasta, ami most a háború és Putyin személyek kapcsán felmerült. Minden esetre Rasputin érdekes, már-már hátborzongató karakteréből ez semmit sem veszel. Az viszont valós tény, és csak kevesen tudják, hogy Putyinnak ellenben valóban van egy Rasputinja. Alexander Dugin, aki hasonlít is az egykori Rasputinra. Hatalmas befolyása van. Ő az orosz ultranacionalista filozófus, akit Putyin agyának is neveznek, és aki ezotérikus áltudományok mentén alakította azt, ahogyan az orosz elit ma az ország helyzetét látja a világban. Ha megértjük őt, talán arról is képet kapunk, hogy miért ragaszkodott Putyin az ukrajnai háborúhoz. Az illiberális, totalitárius orosz birodalmat propagáló gondolkodóról már 2014 környékén rebesgették, hogy ő találta ki a Krím-félsziget megszállását. Az idei februári invázió után pedig a neve ismét az érdeklődés középpontjába került, nem véletlenül. Ukrajnában már 2007 óta nem teheti be a lábát nézetei miatt. Habár hivatalos pozíciója nincs a Kremlen belül, nyugati elemzők szerint ő azon kevesek egyike, akire Vlagyimir Putyin még mindig hallgat. Dugin, aki megszállottan foglalkozik a nácikkal, az okkultizmussal és a végítélettel, az elmúlt évek során nagyban formálta a rendszer önképét. Habár az orosz elnök néhány lépését kritizálta az elmúlt évtizedek során, összességében úgy vélekedik róla, Putyin mindenhol ott van, Putyin minden, Putyin abszolút, Putyin elengedhetetlen. Fő művét, a geopolitika alapjait 1997-ben publikálta. Az újjáépülő orosz politikai elit figyelmét ezzel a művel vonta magára. Azt máig tanítják az orosz katonai akadémiákon, és Vlagyimir Putyin is többször használta hivatkozási alapnak. A műnek nincs sok köze a haditudományhoz, egy orosz-centrikus geopolitikai doktrinát fogalmaz meg, amit gyakran eurázsianizmusnak hívnak. Az elfrendszerrel azt tűzte ki célul, hogy helyreállítsa Oroszország vezető szerepét a világban. És már ekkor világossá tette. Ukrajna ennek útjában áll. Dugin szerint az orosz igazság felsőbbrendű ugyanis. Dugin Oroszországa nem ország, hanem birodalom, ami egész Eurázsiára kiterjed. Könyvében sorra veszi Európa országait és leírja, hogy szerinte mit kellene tenni velük. Nyugat-Európát egy német-francia blokk érdekszférájának adná át, a legtöbb keleti országot pedig Moszkvához, a harmadik Rómához csatolná. Hasonlóan járnának az ázsiai országok, köztük Mongólia és Kína is. Dugin arról beszélt, ez utóbbi országot fel kell oszlatni. Dugin saját Facebook és WeContacter profilja szerint is jelenleg Kínában él, ahol a Fudan Egyetem oktatója. És hogy Ukrajnában pontosan mi a célja? Erről az országról így ír könyvében. Ukrajnának államként nincs geopolitikai jelentése, nincs különösebb kulturális importja, vagy egyetemes jelentősége, sem földrajzi különlegessége, sem pedig etnikai körülírhatósága. Több területi ambíciója pedig óriási veszélyt jelent Eurázsiára. Az ukrán probléma megoldása nélkül nincs értelme kontinentális politikáról beszélni. A legnagyobb ellenséget Dugin viszont az Egyesült Államokban látja. Amerikában és az érdekszférájába tartozó nemzetekben szerinte a titkosszolgálatoknak kell zavart kelteniük és destabilizálniuk etnikai és vallási vonalak mentén. Oroszország benne Putyinnal és Duginnal egy nem csak elvtárában, de működésében is teljesen másféle ideológiai közegben létezik, mint a nyugat. Alexander Dugin példája nem azt mutatja meg, hogy Putyint mennyire befolyásolták a hátha mögött. Inkább azt, hogy mennyire üresek és cinikusok az orosz vezető megfontolásai háború mellett, amit valójában csak az egyszerű hatalomvágy hajt. Ha visszamegyünk az időben, a leghíresebb hasonló figura Rasputin volt. Azt azért hozzá kell tenni, hogy nem ugyanabból az ideológiai akkorból jöttek, és Dugin inkább alkalmazkodott Putyinhoz, mint ő hozzá. De attól a tények maradnak. Ebben a videóban Putyin került középpontba, de ne legyünk álszentek. A világ nagy háborúiban, a káoszkeltésben és az olaj és a demokrácia vérréváltásában Amerika is élen jár. De róluk majd talán egy másik videóban ejtek szót.